Az idei nyár szokatlanul meleg és csapadékmentes időjárása nem volt kedvező a mezőgazdaság számára. Több zöldségnek is kárt okozott, főleg azokon a területeken, ahol nem tudták biztosítani a rendszeres locsolást. Így például a föld felszínéhez közeli burgonyák a nagy melegben megsültek, ezért idén a termelők kevés étkezési burgonyát tudnak majd betakarítani. Alig lesz elég a hazai szükségletnek egyébként 2000-es években még 7000 hektáron termeltünk csak a mi burgonyát, sajnos ez egy, 1000 1500 hektára esett össze, apadt össze, és nagyon kevés az a terület, főleg a mi megyénkben, amit üntözni tudunk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nébi Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága gyulatanyai burgonyafajta bemutatóján a szakemberek elmondták. A rendszeres öntözés mellett a gyomírtás is fontos az egészséges termés eléréséért. Amennyiben a hazai termés mennyiség nem lesz elég a szükségletekre, több import burgonyával találkozhatnak majd a vásárlók. Árban nem lehet mondani, hogy lenne nagy különbség, mert nem drágább az import burgonya, viszont arra törekszünk, hogy csak és kizárólag minősített fajtákat minden ság zárolva ismerjük a, a vetőburgonya forgalmazás körüli anomáliákat. Éppen ezért nagyon odafigyelünk arra, hogy garanciával ellátott, fémzárolt, magas minőségű vetőburgonyát hozzunk be. A burgonya ára az eddig évekhez hasonlóan várhatóan idén is magas, az előzetes számítások szerint kilunként 60 forint feletti lesz.